kapcsol. Ez a fontos. Szívecske. Bemész előre? Látnálak. Szeretném megkérdezni. Megkapta az ajándékát? Jó, mert én mindent beletettem. Mielőtt én visszamegyek a birodalmamba, úgy döntöttem. Hó vagy a Jézuska? Igen, a Jézuska. A Jézuska. Amikor én visszamegyek, és beszámolok a Jézuska, és amikor én ezt megírom neki, akkor ő lesz a nagyon szép ajándék karácsonyi. Jó? Jó, hát akkor rendezzünk egy bulit. Miki, Miki, Mikulás! Na gyere! Gyere, hoztam neked egy jutalom szaloncukrot, mert hallottam, hogy jó kisgyerek vagy. Jó, és ezt megérdemled. Szeretnél valami verset vagy éneket mondani? Én dobok is mindenkinek, mindenkinek egy ajándék szaloncukrot fogok adni, jó? Mindenki, aki kettőt talál, az adja oda a másiknak az egyiket, jó? És majd a végén megkérdezem, hogy mindenkinek jutott. Igen, igen, igen. Na? Igen. Gyertek. Jó, hozz majd. Az intézmény is volt. Tessék. Meg nálunk is. Tessék. Köszönöm. Köszönöm. És most a másik kis csuk engem. Nagyon? Jó, hogy jössz, jó, hogy jössz, minden gyermek vár. Jó, hogy jössz, jó, hogy jössz, minden gyermek vár. Nyílt hát ki, kedves ajtó, kis szívünk várva vár. Sem tudtam dobni most. Na nézd oda, mit? Ovo néniknek így dobok egyet, jó? Az én nagykönyvem, ez az új Mikulás nagykönyv. Figyelő manóim, feketével írják be, tesztek. Akkor viszont már el is tűnik teljesen. Ebben az én nagykönyvembe megnézhetitek, például benne vannak, itt van a Rudolfnak a legújabb kép. Látjátok? És képjeld el! Ágas! És melyik a legújabb? A Rudolfnak a képe. Ő a világ. Na jövőre, amikor eljövök, akkor nagyon sok mindent láthattok majd ebbe a nagykönyvbe. Ejhaj, hiányzós van. Mikulás bácsi otthonról hozta a levikkel Mikulás bácsinak. Szeretettel. Jaj, gyere, ezért kapsz egy jutalom szaloncukrot. Tessék, kettőt adok, anyának is küldök egyet. Sziasztok! És ígérem nektek, jövőre is eljövök. Szépen, hogy anyád irányból.